Az volt a Vaslacinál a kiinduló pont. Ugye van egy narráció ebben a történetben. Az öreg Vaslaci meséli tulajdonképpen a, hát, vagy a múltját, vagy ami a múltja lehetett volna. Szépen, mit mondjak, többé, kevésbé, békességben, de történt egyszer, abban a nagy boldolódásban. Azt a nézván fütyül.
élő rézendelet, hiszen ez a Lacika! Nem Lacika, mert olyan kemény vagyok én már, mint a vas, vagy még annál is keményebb. A nevem Laci. Vas Laci. Igen, már erősen bántott a vas Laci, hogy a középső húga a kis kövér így kinevet. Nem hiszthetünk, nem áthallott a kételeni, hogy ő immár nem közönséges Laci, hanem... Mert hogy olyan kemény ő immár, mint a vas, vagy még annál is keményebb. Hallod-e, Hugo? Nagyon fáj, hogy így kinevetsz. Hogy nem hiszel nekem. Hogy nem általod kételleni. Hogy már nem közönséges Laci a neve. Nem? Vas Laci. Mert? Olyan kemény vagyok én már, mint a vas. Vagy? Még annál is keményen. Szóval tudatosan nem akartuk ezt visszavenni, hogy ez ne legyen félelmetes, sőt, hát azért ami nem félelmetes, az nem mindig jó. Mert hogyha nincs valódi feladata a hősnek, amit le kell győzni, az nem szerencsés. Ugyanakkor viszont azt éreztük, hogy a humor az nagyon sokat volt ezeken a helyzeteken, úgyhogy így alakult a vizuális világ ennek a... Paraványos játéktól, a klasszikus paraványos játéktól eljutottunk
nincs maradvány egyelőadásban, vagy ha van is, neki jönnek elé a bábosok, és hogy most valahogy eltelt a 3-4 évtized, és hogy a klasszikus maradványos játék lett az avantgárd, az lett a furcsa, különleges, és egy nyilván majd megint fel fogunk találni a meleg vizet, mint mindenkor újra és újra. Az volt az ötlet a zenében, hogy mint ez egy népmese, hogy próbáljuk meg az egyik oldalon a népi hangzást megjeleníteni, nyilván a hegedű mint dallam hangszer is, mint a magyar népzenének a primás hangszere az adott volt, a cimbalom meg nekem egy mániám, mert egy nagyon használható hangszer, és akkor így két ellen személyi fantasztikus népzenés csúk volt, és a cimbalos és Kámpa Péter cucások primás, és hogy mint ahogy magában a díszletben, meg az egész a látvány világában benne van ez a mixtúra, tehát a portásnak, meg a hagyományosnak az ötvezete, nagyon szerettem volna, ha másik oldalon meg megjelenik az elektronikus zene, tehát a gitárok, a dobok és a mindenféle elektronikus hangszerek, és a Bojtina Bank Színház egy olyan szerencsés adottságú színház, hogy a színház társulatában van két olyan ember, én mindketten hangosító, viszítő kis Czap Ferenc és Pap László, akik fantasztikus zenei adottságokkal rendelkeznek, Czap Ferenc a szerzőként is dolgozik egyébként, és tulajdonképpen az elektronikus zene képviselői, és akkor Takács Daniel kézzene szerzője volt ennek az előadásnak, tulajdonképpen autentikus népi dallamokat, de a legényes és ehhez hasonlókat, meg népdalokat a feldolgozásnak vett alakulni dallamot, és erre a négy hangszerre hangszerelte át, amiből én is azt mondom, hogy egy olyan szöveg jött létre, ami nagyon ismerős, és nagyon arhaizál, de mégis van valami portáns vonalata. Tehát, hogy csöppet sem volt céljuk az, hogy parodizáljunk bármi, hanem sokkal inkább egy ilyen